olvasni, értelmezni, barátságot szerezni, versenyezni, nyerni, ki szeretném nyerni, jó, megmutatkozni. Hogy magyarságunkat továbbra is büszkén vallhassuk, elsősorban nyelvünket és kultúránkat kell folyamatosan ápolni. Az egyre fogyatkozó nemzetünk, valamint a globalizáció térhódítása is közrejátszik abban, hogy megfelelő nyelvoktatás, valamint tudatos kultúra védelem nélkül beleolvadunk az átlagos nemzetek soraiba. Nagyon fontos az, hogy a gyerekek, a felnövekvő generáció beszéljen. És ezt mondtam el két héttel ezelőtt is egy megyei versmondó verseny értékelésében, hogy észrevehető, hogy kevesebben beszélnek a gyerekek. Babics Mihály, a veszedelmes világnézet. Részletek. Mennél fontosabb valamely esemény, annál kevésbé tudunk belenyugodni, hogy a világ vakfolyása hozta volna létre. A tények ostoba gördülése, mely bár okoktól szorosan meghatározott, előttünk valahogy mégis mindig véletlennek fog föltűnni. Beszélni kell egymással. Beszélni kell, beszéltetni kell a gyerekeket, ez már a pedagógus feladata. És természetesen a pedagógus feladata az, hogy a magyar nyelv sajátosságainak megfelelően beszéltessék a gyerekeket. Illés Györgyi, retorika és a nyilvános beszéd. Gyakran halljuk, van is benne igazság, hogy a technika fejlődésével háttérbe szorul az élő beszéd. De tapasztalataim tükrében jó hírem van. A mai napig nincs hatásosabb, nincs magával ragadóbb az élő megszólalásnál. A technikai fejlődés száguldóan gyors. Az emberi evolúció sem állt meg, folyamatosan megy előre, de valóban nem olyan gyorsan, ahogy a technika fejlődik. Egy kötelező szöveget kell felolvasni, illetve a diákok hoznak magukkal egy szabadon választott szöveget, amelyet szintén szeretnénk meghallgatni. És ezek után fogjuk eldönteni, hogy ki lesz az az érdemes versenyző, ketten-ketten kategóriánként egyébként, akik majd Tolnamegyét a győri döntőben képviselik. A jótékonyság adakozás. A fele baráti szeretetben én magamat adom. A jótékonyság viszonzása a hála. A fele baráti szeretet ellenértékéül a másik embert kapom cserébe. A jótékonykodás formája messze menően elhalványulhat, vagy akár el is tűnhet életünkből, ha a külső körülmények úgy alakulnak. A fele baráti szeretet soha. A fele baráti szeretet lényege ugyanis nem függ az ember külső körülményeitől. Ahogy Popper Péter mondta, az ember használja a világot, de nem érti. A környezetével egyre kevésbé tud közvetlenül kommunikálni. Nem mer megnyílni, megszólalni.